A Városi Szabadidőközpont tavaly novembertől működik a Kodály Zoltán alapiskola részeként. A jogalanyisága is ekkor szűnt meg. Magyar, szlovák, angol és japán nyelv, matematika, kézműves foglalkozások, kerámia kör, sportkörök. A Szabadidőközpont ezeket a tevékenységeket kínálja. Jelenleg úgy működünk, hogy a délelőtt folyamán vannak foglalkozások az OVIC-ban, és az iskolában pedig itt nálunk. Hát vannak természetesen más iskolákból is diákok. Egy állandó alkalmazott van, mint aki a Szabadidőközpontban van, Kulcsár Barbara, tehát ő már eddig is ott dolgozott, tehát mondjam azt, hogy neki volt is tapasztalata már etéren, hogyha nagyon nagy segítségünkre van ezért. A többiek pedig azok nem állandó munkatársak, hanem bedolgozók, szakkörvezetők. Kristóf, légy szíves, ecseteket készíthetsz, jó, ahogy szoktuk. Kulcsár Barbara jelenleg két óvodában tart kerámiakört, három óvodában ügyeskezek foglalkozást, az iskolában pedig szintén kerámiakört, valamint játékos angol órát. Sok tanulót már korábbról ismer. Átköltöztünk a szlovák alapiskolából ide a magyar alapiskolába, és ez végett egy kicsit változtak a gyerekek is, az a gyerekek összetétele, de vannak visszatérő gyerekek, akik tavaly is jártok hozzánk, és ide is szintén eljárnak. Nagyon sokat tudnak fejlődni a gyerekek, mondjuk ilyen másfél-két hónap után már szépen egyedül tudnak dolgozni, megtanulják például itt a kerámián is, megtanulják, hogy mi, mire való, mit, hogyan kell használni, és utána már szépen önállóan tudnak dolgozni. Az alapiskolában újfajta kihívást jelentett a Szabadidőközpont tevékenységének elindítása, hiszen más jellegű oktatásról van szó. A cél, hogy a Szabadidőközpont működése egyre jobb legyen.